Hétről hétre emelkedik az influenza vagy influenza-szerű megbetegedések száma Somogyban. A Kaposi Mór Oktatókórház vezetése ezért javaslatot tett a Nemzeti Népegészségügyi Központ megyei szervezetének a látogatási tilalom elrendelésére a kórházakban. A rendelkezésünkre álló adatokból, illetve a betegszámból azt látjuk, hogy Somogy megyében is megemelkedett az influenza-szerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma, illetőleg a kórházban is észleltük azt, hogy bizonyos osztályokon nagyobb számban fordulnak elő légúti betegek. Szerettük volna azokon az osztályokon fekvő betegeinket védeni, akiknek amúgy is súlyos alapbetegsége van, akár az onkológiai osztályra, hematológiai osztályra, intenzív osztályra gondolok, de olyan osztályokon is, ahol pedig az egyéb állapotuk miatt, tehát egy újszülött osztály, ahol esendőbbek a betegeink. A látogatási tilalmat kedden vezették be a somogyi kórházakban. Az influenza szezon általában októbertől áprilisig tart, de a járványos szintet mostanra érte el a megyében. Azt kellene persze, hogy ha valaki beteg, ugye ennek a tüneteit illene ismerni, mi az, hogy influenza. Általában hirtelen lázol kezdődik, végtagfájdalom, fejfájás, rossz közérzet, ezek általában az első jelek, aztán később ilyen hurutos jellegű megbetegedés is jelentkezik. A lapangás idejének a betegségnek általában 2-3 nap, és az is érdekes, hogy a fertőződés, illetve a fertőzés továbbadása az a betegség végéig az néhány hét, 1-2 hét alatt általában különösen gyerekkorban hamar túl van rajta a gyermek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legkisebb tünet jelentkezésénél is maradjunk otthon, a gyermekeket se engedjük közösségbe. Fontos még a vitamindús táplálkozás, a friss levegő és a gyakori szellőztetés is. A kórházakban a látogatási tilalom visszavonásig érvényes, a súlyos, végstádiumú betegekkel való kapcsolattartás ebben az időszakban is biztosított az egészségügyről szóló törvény alapján, megfelelő védőfelszerelésben, amit a kórházak biztosítanak.